Audio Jungle. Üdvözlöm kedves nézőinket, rádió hallgatóink! A mai adásban Gera Krisztiánnal, a Gyomendrődi Ligetfürdő Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk, nem csak a Ligetfürdőről, hanem Gyomendrődről. Üdvözöllek itt a adásban, és elnézést kérek a hallgatóinktól, nézőinktől, de mi tegeződni fogunk ebben a riportban. Miért is fontos számodra, hogy a mezőturiak megismerjék a Gyomendrődi Ligetfürdőt? Szép napot kívánok mindenkinek, tévénézőknek és neked egyaránt. Örülök, hogy ismét találkoztunk. Noha nagyon közel van a két település egymáshoz, és nagyon sok mezőtúri vendégünk van, a tapasztalat az, hogy nem mindenki ismeri a Gyomendrődi Ligetfürdőt, viszont akik átjárnak mezőtúrról, ők szívesen jönnek hozzánk. Annak idején, mikor Gyomendrődre kerültem, volt, aki megkérdezte, hogy mit szeretnék azért tenni, hogy minél több helyi vendég legyen. Nos, a tapasztalat az, hogy nem biztos, hogy a helyiek értékelik, vagy szeretik legjobban a saját fürdőjüket. Nem ritka az, amikor szomszédvárból, szomszédvárosból érkező vendégek szeretik és díjazzák a fürdőszolgáltatásait, és így van az a Ligetfürdő esetében is. Nos, nem csak a Gyomendrődi Ligetfürdőről beszélhetünk, hogyha megnézzük a te személyes pályafutásodat, hanem más fürdőkben is dolgoztál. Így van. Hát gyerekkorom óta azt mondom, hogy van kapcsolódási pont, hiszen én Orosházán gyopáros fürdőn nőttem fel. A diák éveimet ott töltöttem, és iskola mellett ott dolgoztam nagyon sokat, és kvázi onnan indult az én pályafutásom. Ezt követően Szegeden is volt szerencsém az Aquapolis bevezetésénél tevékenykedni, illetve hol fürdőben, hol szállodában dolgoztam. Ausztriában is, itthon Magyarországon, de másfél éve, illetve most már több mint másfél éve a Gyomendrődi Ligetfürdőnél vagyok, ami azt gondolom, hogy jelenlegi pályafutásom egyik legszebb feladata és kihívása, hiszen egy 5 éves szerződést kötöttünk az önkormányzattal, amiből alig több mint másfél év telt el, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó adottságokkal rendelkező fürdőről beszélünk, és magán a településen is számos turisztikai attrakció van. No, hát akkor talán nézzük meg ezt bővebben, kezdjük a fürdővel, milyen adottságai vannak a Gyomendrődi fürdőnek. A fürdő az, azt gondolom, hogy ha valaki rendszeres strandoló, akkor nagyjából tisztában az, hogy milyen értékekkel kell rendelkezzen egy fürdő. Nekünk 9 medencénk van, ebből 5 beltéri és 4 kültéri, és azt mondom, hogy minden vendég számára van megfelelő medence. Épp úgy van úszómedence fedett és kültéri is, gyógymedence szintén kültéri-beltéri. A gyermekes családok esetében szintén van olyan medence, ami akár a kinti részen jó idő esetén nyáron, akár rossz időben, vagy téli időszakban fedett részen használható. Viszont ami azt gondolom, hogy egyik legnagyobb értéke a Ligetfürdőnek, az a csodálatos természetes környezet, hiszen az Erzsébet-Liget fáj között terül el. A 2,5 hektáros fürdő az jelentős részt fával borított, és egyrészt nagyon jó levegő van, másrészt az a természetes árnyék, amit a vendég kap, én azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen. Én is jó néhány fürdőbe jártam, és azt tapasztalom, hogy a vendégek jelentős része, amikor megérkezik a fürdőbe, akkor először megkeresi azt a helyet, ahova letelepedik, és Ligetfürdőben szerencsére számos árnyékos hely van, ahol kvázi le tud telepedni úgy a vendég, hogy az a bázis, és onnantól kezdve bármilyen medencét könnyen megközelíthet. Ami talán még értékünk, legalábbis vendég visszajelzés alapján, hogy csendes, nyugodt környezetben van, tehát aki kikapcsolódni, feltöltődni szeretne, azok számára ideális a Ligetfürdő. A nyitvatartásunk azt gondolom, hogy nagyon kedvező, hiszen reggel 9-től este 8-ig várjuk a vendégeinket hétfőtől vasárnapig.
És ugye beszéltem a strandról, és beszéltem a fürdőről, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a gyógyászati részt, ahol fizikó és balneoterápiás kezelések szintén minden nap, hétfőtől vasárnapig, 9-től reggel, vagy reggel 9-től este 7-ig vehetők igénybe. Akkor talán erről beszéljünk bővebben, hiszen gyógyfürdőről beszélünk elsősorban, és ehhez hozzátartozik a balneoterápia is. Így van. 2013 óta regionális minősítéssel rendelkezik, regionális gyógyfürdő kategóriában van a Ligetfürdő. Ez tulajdonképpen a helyi és az országos jelentőségű gyógyfürdő között félúton helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy súlyfürdő és iszappakoláson kívül minden más gyógyászati szolgáltatás igénybe vehető, kezdve a csoportos gyógytornától, a gyógymasszázsig, bezárólag tangentor, szénsavasfürdő, illetve a gyógymedence használat. Emellett pedig van olyan fizikoterápiás részünk, a különböző elektromos, mágnesterápiás kezelések, illetve elektromos és vizes kezelések együttesen vehetők igénybe. Amikor gyógyászati kezelésekről beszélünk, akkor ezen fürdő keretén belül is az OEPS kezelések azok, amik azért a legfontosabb részei? Jelentős részt igen. Tehát a fürdő elég jól össze van rakva, ha mondhatom ezt. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk el vannak különítve egymástól a gyógyászati rész és mondjuk a tanmedence, illetve az uszodai rész, vagy a strand. Viszont a gyógyászati részen lehet igénybe venni különböző wellness masszázsokat, wellness kezeléseket is. És igazából azt mondom, hogy nagyságrendileg 80%-ban a gyógyászati, OEP által finanszírozott gyógyászati kezelések jelentik a fürdő árbevételének jelentős részét. A maradék 20% az viszont a vendégek által megvásárolt egészségmegőrző wellness szolgáltatások. Tehát, hogy egy konkrét példát mondjuk az orvosi gyógymasszázs a legnépszerűbb szolgáltatásunk. Úgy gondolom, vendég visszajelzések alapján mindenféleképpen, hogy nagyon jó masszőreink vannak. Tényleg mindenki megtalálja számára megfelelő masszőrt, épp úgy van férfi és női masszőrünk, kicsit erősebb, keményebb kezű masszőrünk, fiatal, idős, és tulajdonképpen, ami korábban jelentős részt csak gyógyászati célból vették igénybe a gyógymasszást, azóta az elmúlt másfél évben nagyon sokan vették igénybe wellness célból is a masszázsokat. Tehát azok a masszőrök kvázi, akik gyógymasszást végzik, negyed óra, 20 percben, azok fél óra időkereten belül olyan egészségmegőrző és wellness masszázsokat tudnak produkálni, hogy a vendégek tényleg nagyon jól érzik magukat, és szívesen járnak vissza hozzánk. A fürdőkkel, vagy a környezetünkben lévő fürdőkkel kapcsolatban azért mégis el kell mondani, hogy viszonylag sok fürdő van, és viszonylag sok fürdő nyújt különböző szolgáltatásokat. A gyomendrődi fürdő mivel próbálja mondjuk a gyógyászati részlegén megfogni, ha lehet ezt mondani, vagy oda csalni a betegeket? Tekintve, hogy van egy szegedi reumatológusunk, aki egy nagyon jó szakember, dr. Csernus Zoltán. Ő is több helyen dolgozott és megerősített abban, hogy az egyik legnagyobb értékünk az a vendégbarát, vendégközpontú dolgozói gárda, akik a fürdőben dolgoznak. Képzett szakembereink vannak, akik túl azon, hogy képzett, szakmailag képzettek, régóta a fürdőszakmában dolgoznak vendégek között, és szeretik is őket a vendégek, illetve ők is szeretik a vendégeket. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy pozitívum, és ebben talán mások előtt járunk. Sok időt, energiát fordítunk arra, hogy a vendégekkel foglalkozzunk, törődjünk. Nálunk nem futószalagon jönnek a vendégek, hanem van idő arra, hogy két kezelés között egy picit pihenjen, regenerálódjon a vendég, és ebben a személyzet is segít a vendégeknek.
Amit talán még fontos megemlíteni, ugye a természeti adottság a 2,5 hektáron elterülő fürdőben, ezt ugye már említettem, és azt gondolom, hogy fürdő komplexitását nézze még nagyon fontos, hogy azok, akik gyógyászati kezelésre érkeznek, jelentős részt nem egyedül érkeznek, hanem családtaggal, hozzátartozóval, nem ritkán gyermekkel, unokával, és számukra is van olyan időtöltés, olyan elfoglaltság, ami amíg mondjuk nagypapát, nagymamát vagy szülőket kezelik a gyógyászaton, addig a gyermekek el tudják tölteni a strand többi részén az idejüket. Odafigyelünk arra is, és a vendéglátósok ebbe partnerek, hogy lángostól egészen a szabadszedéses ételeken bezárólag mindenki megtalálja számára megfelelő étkezési lehetőséget. Ha valaki gyíroszt szeretne enni, arra is van lehetőség. Ha valaki mondjuk 1300 forintért szeretne szabadszedéses étkezésben részt venni, arra is van lehetőség. Nem mondom, hogy nálunk van a legfinomabb lángos, de vendégeink visszajelzése alapján nagyon finom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki beleteszi azt a fajta vendégszeretetet és vendégközpontúságot, amit szerintem kevés helyen tapasztal a vendég. Akkor elmondhatjuk, hogy egy fürdő tulajdonképpen nem csak a gyógyvizéről lehet híres, és nem csak a gyógyvize hívhatja a vendégeket, hanem ebbe beletartoznak a kollégák, a kiegészítő intézmények, vagy akár az orvosok, a gyógyászati rész, és nem különben akár a vendéglátó is. Tehát sok összetevős az, hogy egy fürdő sikeres legyen, különösen sok-sok más fürdő között is. Van-e a fürdőben olyan akció, amivel egyes időszakokban próbálják a vendégeket még inkább becsábítani, vagy magukhoz hívni? Viszonylag ritkán vannak akcióink, viszont amik akciók, azok kifejezetten olyanok, amik azt gondolom, hogy mindenki számára elérhető és megérő akciók. Tehát én ez a 2-3-at kap akciókat annyira nem szeretem, az 50%-os leértékelésnek sem vagyok híve, mert ha valaminek van egy értéke, akkor azt gondolom, hogy annak meg kell kérni az árát. Viszont a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva gyógyászaton csináltunk egy olyan akciót, ami hát azt gondolom, hogy meghökkentő lehet. 60 kezelés 60 forintba kerül, viszont abban az esetben, hogyha mind a 60 OEP által finanszírozott kezelést igénybe veszi a beteg. Ezt egész egyszerűen azért tartottuk fontosnak elindítani ezt az akciót, mert azt tapasztaltuk, hogy a betegek jelentős része az kiiratja ugyan a 60 kezelést, de mihelyt úgy érzi, hogy ő már jobban van, abba hagyja a kezelést. És azért, ha valakinek mondjuk reumatikus problémája van, vagy mondjuk baleset után egy rehabilitációs kezelésen vesz részt, nagyon fontos, hogy ne csak azt a 15-20 kezelést vegye igénybe, ami mondjuk visszaállítja egy bizonyos szintre az egészségi állapotát, hanem használja ki azt a lehetőséget, amit az OEP-en keresztül az állam biztosít a betegek számára. Nevezetesen vegye igénybe mind a 60 kezelést, mert tulajdonképpen, hogyha valaki csak 20 kezelést tesz igénybe, és érzi a pozitív hatást, pozitív változást, az lehet, hogy 1-2 hónap múlva már nem ér semmit, mert visszajönnek a fájdalmak, ellenben, hogyha mind a 60 kezelést igénybe veszi valaki, akkor azért az egészségére is, egészségi állapotára is jó hatással van. Úgyhogy most szeptember 1-e és november 30-a között hirdettük meg ezt az akciót. Hát jelen állás szerint így az első 2 hétben több mint 100-an vették igénybe ezt az akciót úgy, hogy korábbi éveket figyelembe véve szeptemberben azért visszaszokott esni a gyógyászati betegforgalom. Akkor most van olyan hallgatónk és tévénézőnk, akik pontosan értették, hogy miről beszéltél, de akkor fejtsük ki azoknak a hallgatóinknak és nézőinknek, akik egyébként mondjuk 40 évesek, érzik, hogy egy kis gond van a csípőjükkel, derekukkal, és beletartoznak ebbe a lehetőségbe, mi az, amit nekik tenniük kell, hogy el tudjanak menni a gyomai fürdőbe, föl tudják venni ezt a
fürdő kezeléseket, tehát kezdjük el egyszerűen, mint egy szakácskönyvszerűen elmondani, hogy mit is kell tenni. Nos, valóban én is tapasztalom, hogy hiába a meghirdetett akció, nem mindenki tudja, hogy mi a következő lépés az akcióban résztvevő szolgáltatások igénybevételét illetően. A legegyszerűbb, hogyha elmegyünk a házi orvosunkhoz, és kérünk egy beutalót a gyomaendrődi reumatológiára. Dr. Csernus Zoltán minden héten szerdán 9-től 12 óráig rendel nálunk a fürdőben. Tulajdonképpen a beutalóval érkező beteget megvizsgálja a doktor úr, ezt követően feléri a kezeléseket, és a pénztárban számítógépes rendszernek köszönhetően akár egy hónapra előre meg tudja azokat az időpontokat a beteg, amikor a kezeléseket igénybe tudja venni, vagy amikor ő szeretné igénybe venni. Olyan lehetőség is van, hogyha valaki saját reumatológusán keresztül szeretne közvetlenül eljutni hozzánk, 13-22-58-218-as kódszámot kell a beutalóra írni, és ezen keresztül tulajdonképpen el tud jutni hozzánk a beteg. A riport elején arról beszéltünk, hogy iszapon és a súlyfürdőn kívül minden szolgáltatás megtalálható, amit a balneoterápia, illetve fizioterápia tárgykörén belül ma Magyarországon használnak. Adott esetben milyen komplexitásban szoktak a reumatológusok dolgozni? Hát nyilván a betegek problémáira leginkább hatékony kezeléseket írnak föl, vagy írnak föl az orvosok. Ennek megfelelően nem ritka az, amikor a fiziko- és balneoterápiás kezeléseket ötvözik. Ezért is mondtam azt, hogy van olyan elektromos és balneos kezelésünk, például a rekeszes galván, ami alapvetően a kettő, tehát az elektromos részt és a balneót is ötvözi. Ezeken a kezelési formákon túl volt egy ilyen mondatot, hogy 60 forint, 60 kezelés. Mennyibe kerülne egyébként a betegnek 60 kezelés egyébként akción kívül? Hát ez nyilván attól is függ, hogy milyen kezelések vannak számára kiírva, hiszen normál esetben az egyes kezelések önrésze az 200 és 280 forint között van darabonként. Alapvetően ez is olcsóbb, mint a térségben lévő közepes vagy nagyobb fürdők, ahol mondjuk 400 forint körül mozog egy önrész. Hát hogyha mondjuk a leggyakrabban igénybe vett kezeléseket veszem alapul, akkor ez 10-12 ezer forint megtakarítást jelent a betegeknek, hogyha ezt az akciót választják. Akkor ez összességében tulajdonképpen egyrészt a betegeknek egyféle megtakarítás, más szempontból jó a fürdőnek, hiszen egy közel 3 hónapos ciklusról beszélünk. Emellett jó a betegnek is, mert akkor mind a 60 kezelést föl kell vennie, tehát tényleg egy széles hónapokon át tartó komplex gyógyászati kezelést fog kapni. Milyen korosztály az, aki ezt be tudja vállalni? Én azt gondolom, hogy mivel jelentős részt 40 fölötti a betegeink, és 40 fölött jönnek elő azok a problémák, amikre a mi fürdőnk kezelésén keresztül gyógyírt talál a beteg. Azért nem ritka az, hogy már 30 éves korban, aki főleg ülőmunkát vagy erős fizikai munkát végez, ők is megjelennek nálunk. Egész egyszerűen olyan szinten túl vannak terhelve mai dolgozó emberek, hogy még egyszer mondom, átlagban 40 fölöttiek betegeink, de nem ritka az, hogy mondjuk 30-as korosztály már eljön és igénybe veszi a kezeléseket. A riport elején volt a nyitvatartásról szó. Ha valaki nem megy el például tápénzre az adott betegségével, vagy csak egy részleges tápénzt választ, de szeretné ezt a 3 hónapos ciklust fölvenni, akkor munkaidőn túl is tud időpontot egyeztetni, tehát nézzünk egy 8-tól 4-ig dolgozó átlag munka lehetősége. Természetesen. Mint említettem, a gyógyászati kezeléseink reggel 9-től este 7-ig vehetők igénybe. Ennek megfelelően
akár a masszázs, akár a tangentor, szénsavas fürdő, vagy a gyógymedencék használata, az hétfőtől vasárnapig, egészen este 7-ig igénybe vehető. Azért is alakítottuk ezt így ki, illetve tartottuk meg ezt a nyitvatartást, mert ahogy te is említetted, azért nem mindenki teheti meg azt, hogy kiesik a munkából, és akár táppénzre jön, vagy szabadságot vesz ki. Gondolnunk kell azokra az emberekre is, akik mondjuk munkaidő után szeretnének regenerálódni, gyógyulni. Beszéltünk már a 60 kezelés 60 forintért című akcióról. Most nézzük meg a jegyárakat, tehát hogyha valaki ki szeretné próbálni a gyomándrődi fürdőt, akkor milyen jegyértékekkel, árakkal kell számítania? A jegyárak azok egy érdekes dolgok, mert azt tapasztalom, hogy vannak fürdők, ahol van egy alapjegyár, és ezen kívül minden másért külön-külön kell fizetni. Nálunk mondjuk a legdrágább jegy nyári főszezonban úgy kerül 1400 forintba, egy felnőtt jegy, hogy ebbe benne van a fürdőszolgáltatásaim felül mondjuk a szauna is, és nincs olyan egyéb szolgáltatás, amiért pluszba kellene fizetni. Nyilván leszámítva mondjuk a masszást vagy a gyógyászati kezeléseket, de alapvetően a vendég, amit kifizet mondjuk jegyárba, ahhoz nem, arra nem rakódnak plusz költségek. Tehát például mondjuk ha azt teszem, hogy a parkolás is ingyenes, vagy mondjuk a szaunáért máshol külön pénzt kérnek nálunk, benne van a jegyárba, vagy ha azt teszem, hogy egy-két fürdőbe külön le vannak szakaszolva részek, és mondjuk külön kell fizetni az uszodai részért, külön a gyógyászati részért. Itt nálunk mondjuk a legdrágább jegy, még egyszer mondom, 1400 forint főszezonban, és ez minden szolgáltatást tartalmaz. Tehát én azt gondolom, hogy árértékarány vonatkozásában, nem csak országos viszonylatban, de itt a régióban is szerintem az egyik legkedvezőbb a gyomaendrődi réget fürdő. A beszélgetésünk vége felé azért ne feledkezzünk el Gyomaendrődről, mint városról, a fürdő mellett milyen turisztikai attrakciókkal várja a látogatókat Gyomaendrőd? Úgy érzem, hogy egy nagyon jó adottságokkal rendelkező településről beszélünk, hogyha Gyomaendrődöt megemlítjük, mert a 16 holtággal rendelkező település számos turisztikai attrakcióval büszkélkedik. Ugye a tavalyi évben valósult meg egy közel 460 milliós turisztikai fejlesztés részeként két látogatóközpont, illetve én azt gondolom, hogy Magyarországon mindenféleképpen egyedülálló, az Erzsébet-ligetben található lombkorona sétány és tanösvény, ahol egyrészt a térség természeti látnivalóit mutatja be interaktív módon a kiállítás, illetve a lombkorona sétány, plusz van egy körös látogatóközpont, ami az ember és víz kapcsolatát hivatott bemutatni, illetve egy bárka látogatóközpont a város endrődi részén, ami a halászat, illetve a körösök vidékének halászatát mutatja be. Ezen felül azért a horgászturizmus azt gondolom, hogy Gyomaendrődön jelentősnek mondható. Nagyon sokan érkeznek horgászati célból, illetve vannak olyan rendezvényei a városnak, ami a térségből is, illetve a Romániából is vonzanak érdeklődőket. Itt azt gondolom, hogy a sajtólófesztivál, a nemzetközi halfőzőverseny, vagy akár a fürdőterületén lévő nemzetközi bogártalálkozó is mindenféleképpen említésre méltó, hiszen például idén volt a 20. nemzetközi bogártalálkozó, ahová Németországtól egészen Bulgáriáig, Ausztria, Románia, Szlovákia és természetesen Magyarországról érkeztek nagyon sokan. Hát ha már a rendezvényekre kitértem, akkor fontos megemlíteni, hogy mind a város, mind a fürdőbe vannak olyan rendezvények, amiknek egy része az több évtizedes múltra tekint vissza, másik része pedig azt mondom, hogy újdonságnak mondható. A fürdőben például
egész évben csupán 3 éjszakai fürdőzést hirdetünk, és ezt nyári időszakokban, havonta egyet, viszont ezen alkalmakkor tulajdonképpen a medencéből lehet hallgatni a zenét, és azt gondolom, hogy igazán kellemes környezetben teheti meg mindezt a vendég. Ezen felül ugye múlt hétvégén volt egy már 5. alkalommal megrendezésre kerülő, mondjuk azt, hogy szezonzáró rendezvényünk, ami családok, cégek, civil szervezetek főzőversenye, és nyilván fürdéssel egybekötött főzőversenyről beszélünk, hiszen a strand területén van. Ezeket a rendezvényeket a jövőben is szeretnénk megtartani. Tulajdonképpen Gyomándrőd turisztikája önmagában egy műsort is meg tudna tölteni, hiszen a TDM nagyon dolgozik azon az intézményekkel és a szakemberekkel, hogy minél nagyobb látogatottsága legyen Gyomándrődnek. A fürdő programjait is megnézhetjük, akár előzetesen is, vagy akár visszatekintve, hogy milyen sok programja volt a Gyomándrődi Liget fürdőnek, de ha mindezt szeretnénk megtenni, akkor milyen elérhetőségeken, milyen közösségi oldalakon tehetjük meg? Egyrészt vannak saját weboldalaink, illetve ezen föl a Facebook megjelenéseink is elég intenzívek. A fürdőnek azt mondom, hogy legbiztosabb és legfrissebb információs forrása az a www.ligetfürdő.hu weboldal plusz a Facebook megjelenés. Ezen felül a város turizmusát a www.gyomaendre.hu oldal és az ehhez tartozó Facebook oldal hivatott bemutatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és bemutattad egy kicsit számunkra a fürdőt, a fürdő jelenlegi akcióit, és köszönöm kedves nézőinknek, hogy velünk tartottak. Ha van kedvük, akkor az őszi napfényben is menjenek fürödni Gyomaendrődre, élvezzék ezt az igazán szép indián nyarat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és legyen szép napjuk! Én is köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek!